tantárgyi programok, modulok, tehát tényleges tartalmi változtatás kevéssé történt, és a saját fejlesztések hosszabb távú beépülése alacsony. Na most nagyon jellegzetes kormányzati magatartás volt erre az, hogyha igen, ha ez a helyzet, akkor elég, hogyha az iskolák 10%-nyi mozgásteret kapnak, hiszen úgyse, hiszen akkor kapjanak meg mindent már központi előírásban, ez volt a hozzáállás, és ezért a kerettanterv is egyfajta kötelező dokumentummá vált, és létrejött ugye ez az óraterv, amit tehát ezt azért is mondom, mert meg kell érteni valahogy a mai tanármozgalmakat is, hogy itt van az alapja. Érdemes megnézni ezeket az óraterveket, ugye 35-36, ugye rendkívül magas óraszámok jelennek meg. Ebből ha megnézzük, akkor ez a természettudomány, legalábbis az office, akkor megnézzük az arányokat viszont, akkor ugye láthatjuk, hogy a felső tagozaton ugye a testnevelés igen jelentős arányú, az informatika igen alacsony arányú, a humán tárgyak aránya minden eddiginél magasabb, miközben ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen jó képzés történne, a humán tárgyak ilyen magas arányában az idegen nyelv, amelynek a hatékonysága nem túl magas, idegen nyelv oktatásnak, tehát az jelenik meg ebben a magas arányban. Ugye a 4 év folyamos gimnáziumban némileg több a reália, de kevesebb az informatika. A 6 év folyamos gimnáziumban még több a természettudomány, tehát most csak vegyük hozzá, hogy a természettudományos órák megléte egyáltalán vált egy nagyon komoly különbségé a szakképzés, illetve a gimnázium között. Tehát a gimnáziumot és a szakképzést elsősorban ez különbözteti meg, vagy mindenek előtt ez megkülönbözteti, hogy egyáltalán tanulhat-e a diák természettudományt. Mert a szakképzésben, ugye, ahol az órák 40%-át a szakmai előkészítő tárgyak teszik ki, hát el lehet képzelni, hogy akkor mi marad. Na nézzük, a 8 év folyamos gimnáziumban, ugye itt még több a humán, de nyilván az idegen nyelv oktatás miatt, és nézzük a szakközépiskolában. Itt még csak 26% volt, de azóta ez már megemelkedett, ugye 40%-ra, az informatika lecsökkent, a testnevelés az maradt. És hát tulajdonképpen ezeknek az óraterveknek már hát azokhoz a műveltségterületekhez nem sok köze van, amelyek a NAD-ban megjelentek. Tehát tulajdonképpen maga a nagyon, tehát néhány év alatt, ugye 2-3 év alatt a további oktatáspolitikai szabályozások magának az alaptanternek a műfaját tették érvénytelenné, és mondjuk ez az én személyes véleményem, hogy amúgy is az extenzitása miatt lehetetlen ezt a fajta szerepet, ezt a műfajt és ezt a műfajok közötti munkamegosztást továbbvinni, mint amit az alaptanter képvisel. Hát köszönöm szépen, és elnézést, talán nem tudom, hogy itt a jelenlévők mennyire ismerik a tartalmi szabályozás értelmeit. Na hát akkor várom kérdéseket, ha vannak. Hogy mondjam, amikor most mondok valamit, akkor úgy előre bocsájtom, és el tudjátok helyezni a Horn Gábor azt mondta 1995-ben, hogy szerinte én vagyok Magyarország legkonzervatívabb oktatáspolitikai szakértője, igen. Tehát így tessék ezt mondani. Én nekem az a problémám, hogy ez a dolog, ha komolyan vesszük, igen, akkor maga a totalitarizmus. Igen, szerintem is. Ha meg nem vesszük komolyan, akkor meg maga a káosz.
Mind a kettő érvényes egyszerre. Egyszerre érvényes. Tehát, hogy de konstruktívabban is fogalmazok, szóval hogy az világos, ugye az maga egy totalitárius gondolat, hogy bárki is azt gondolja, hogy egy dokumentumban leírható a világnak valami fajta teljessége. Tehát, hogy ez, hogy egyet jogszabály alkotható arról, hogy hány műveltségi terület van. Ugye ez önmagában egy ilyen rémálom. Ez a gondolat, hogy erről. Mert ugye az hagyományosan ugye egy tantárgyban ugye arról van jogszabály alkotva, hogy milyen tantárgyak vannak az iskolában. Ugye nincs arra mondva semmi, hogy milyen a műveltség, hanem az van mondva, hogy van magyar óra az iskolában, meg van történelem óra az iskolában. Senki nem állítja, hogy ez bármilyen értelemben is a világot lefedni. És a nemzeti alaptantárnak az a szerintem potenciálisan egy ilyen rémálomszerű gondolata, hogy leírható a világ egy ilyen dokumentumban. Na most, és fordítsuk meg, hogy mi az, ami, tehát fordítsuk meg, hogy mitől lehet hasznos valamilyen dokumentum, vagy mitől lehet értelemszerűen hasznosítható egy dokumentum, és amitől a NAD szerintem nem az, hogy ugye egy ilyen típusú dokumentum az akkor jó, hogyha a dolog ugyanúgy működhet, mint bármilyen más jogszabály. Tehát, hogy mit tudom én, hogy a eldönthető kérdés, hogy mondjuk az autópálya alapjában hány század, mit tudom én, hány centisnek kell lennie az autópálya alapjának ahhoz, hogy az biztonságos legyen. Ha annyi centis, akkor teljesítve van a szerződés, vagy ha meg nem annyi centis, akkor meg nincs teljesítve. Na most, ennek ugye a tantervi megfelelése az az, hogy igenis benne van a tantervben, hogy nem kaphat Magyarországon az érettségit, aki nem tanult adiról. Pont. És akkor ez a dolog, ugye, meg aki nem tudja, hogy mi a deriválás, vagy nem tudja, hogy nem tudom, mi a gyökvonás. Most attól ez a dolog jogi értelemben akkor válik egy perelhető kérdéssé, hogy kérem szépen, ebben az iskolában kiadtak úgy egy érettségit, hogy valaki nem tudott adiról. Akkor ez egy perelhető kérdés, tehát egy racionális szinten megragadható elem. Ezek a dumák, meg a készségek, meg a nem tudom, hogy micsoda, ez egy ilyen a végtelenbe nyomja, tehát röviden, mintha egy ilyen filozófiai szöveg kerülne bele egy jogszabály szintű dologba. Na most, ugyanebben a teremben hívta föl nemrég valaki arra a figyelmet, hogy ugye mi zömében leginkább ugye röhögni, meg háborogni szoktunk azon, hogy az alkotmány preambulumában milyen dolgok szerepelnek. Egészen addig fogunk ezen röhögni, amíg nem jön egy olyan bíróság, amelyik azt mondja, hogy itt kérem versengő jogszabályokról van szó, tehát, hogy a szólásszabadság határai meddig terjednek, a szólásszabadság határai mondjuk abban addig terjednek, amíg a, nem tudom én, az 1000 éves magyar alkotmányt valaki, hiszen az benne van a magyar alaptörvény preambulumában az 1000 éves alkotmány, ettől kezdve az 1000 éves alkotmánnyal és annak létével esetleg szemben álló jogtudományi vagy történettudományi nézetek szabad hirdetése nem áll fenn. Igen.
Egyelőre ez még egyetlen bíróság se próbálta alkalmazni, de ez bármikor megtörténhet. Így van. Ezt egyébként egy angol kolléga mondta itt, hogy attól életveszélyesek az ilyen típusú, úgymond puha szöveget, hogy bármikor alkalmazás. Most nekem ugyanez a problémám volt már 95-ben is a NAT-tal, hogy vagy nem jelent semmit, vagy rémálom. Igen. Most reagáljak, vagy mutatok? Nem, szerintem várjunk. Ja, jó, várjunk. Igen. Én csak egy nagyon rövidet, és lehet, hogy rosszul figyeltem, vagy nem terjedt teljesen a figyelmem. Igazából ugye időszakonként ezeket a szövegeket kik készítették? Tehát el tudom képzelni, hogy általában kik készítették, de akkor ezek nevesítve vannak, vagy itt elhangzott, hogy 2000, nem tudom hányban, hogy ott akkor egy civil csapat csinálta, ez vagy egy... Ez József társaság. Igen, tehát akkor ki volt szervezve valahogy a minisztérium alól, vagy más alól, igen, hogy igen, általában milyen módon készültek ezek a szövegek? Hát el tudom mondani. Zsuzsa, várja meg, várjuk, hogy se jól. Ja, de nincs a reakció, akkor természetesen. Jó, akkor először erre a konkrét kérdésre válaszolnék. Természetesen abban a pillanatban, ahogy ez jogszabály lett, ezért kár, hogy nem hoztam el azt a hivatalos kinyomtatott formátumot az első NAT-ból. Ott megszűntek, tehát jogszabály mellékleteként a copyright vagy a nevesítés az megszűnik. De az összes vitaanyagon ott szerepeltek a nevek. Tehát, de csak addig a szintig, hogy szerkesztők, egyébként ők abszolút nyilvánosan vállalták, Bátori Zoltán, Szebenyi Péter, Nagy József, ő ír már csak Vallér Endre, Szebenyi Vallér, Nagy József és ők. Igen, négyek van, de és? Elnéző, de én laikusként nem tudom, hogy kik ezek? Hát ők oktatáskutatók voltak, fejlesztők, igen. Egyetemi tanárok, Bátori Zoltán, ő helyettes államtitkár is volt, már nem élnek, Vallér Endre sem él, egyetemi tanár volt Vallér Endre, dolgoztak a mindenkori minisztériumok, a Gyurcsony Kártérintézet. Ő él egyedül, a József, a szegedi professzor. A 2003-asnak is a szellemi atya, Bátori Zoltán volt, az Eötvös József Társaság készítette. A 2007-esről nem nagyon tudom, talán Vas Vilmos volt a szerkesztő bizottság vezetője. A 2012-esnek megjelent a valamelyik PET szemlében, ahol tehát ezt odaadva a tessék nézni. Tehát ez volt a készítés struktúrája, tehát volt egy oktatás, egy felelős államtitkárság, ugye meg a Hofman Rózsa volt, egy védnöki testület, ebben az Orosz István grafikustól a Sebő Ferencen át és a Jelenics Istváni, akkor az akkori innovációs a találmányhivatal vezetője, tudom én, sok mindenki, nem olyan nagyon sokan, de ezek benne voltak, de ez nem volt egy, tehát inkább ilyen dísztestület volt. Volt egy NAT bizottság, ebben az akadémiai emberek voltak, és hát volt, és a kormányzat által küldött emberek, valamint az OTI emberei, műveltségterületi bizottságoknak voltak vezetőik, és ugye volt alapfokú iskolatípus bizottság, középfokú, ennek a Toldi gimnázium vezetője volt a vezető, ez a középfokúnak. Isten, hogy hívják a Toldi igazgatóját. Igen, mindegy. Porogi. András. Szakiskola iskolatípus bizottság és sajátos nevelésségi bizottság élt pedagógussal, és tehát voltak iskolatípus bizottságok. Tehát és a nevek is sokszor nyilvánosságot kaptak. De hangsúlyozom, hogy ami, tehát a NAT már a készítés folyamatában érvénytelenedett nagyon érdekes módon, és pontosan abban a folyamatban, amit a Péter elmondott, ugyanis
Ugyanis kezdetben az oktatás irányítás részéről az volt a, és ugye nagyon gyorsan készült 2010 augusztusától, és 12-ben már kormányrendelet volt. Tehát az volt a, ez is megjelent valahol, ez az irányítás is, az volt a mondás, hogy pontosan, hogy olyan jogszabály, hogy ne hagyhass el, ugye a Hofmann Rózsának mindig a... És azért, tehát én aztán igazán nem, tehát nem azért mondom, mert bármilyen, már én túl vagyok ezen rég, hogy ilyen érzelmi dolgok ez kössenek, de azt gondolom, hogy ezek nincsenek leírva, nincs dokumentálva, nincs elemezve mindez a történés, már pedig nagyon érdekes, akár az a 95-től napjainkig tartó. Na, tehát csak azt szeretném mondani, hogy ugye az volt a köz számára a hívó szó, hogy úgy nem léphet ki, hogy Petőfiről ne tanuljon. Hát pont Petőfi, hát persze arról szóltak. Tehát és ez olyannyira, olyan helyzetet eredményezett, hogy az összes tárca az akkori agráriumtól az élelmiszerbiztonsági hivatalon át, és a tanyapedagógusoktól a gerinc, tehát akik a gyerekek gerinc, szkoliózis és így tovább, tehát én már teljesen kívülök, mivel van, a média hatóságtól addig a hivatalig, amelyik az internetes letöltésekkel foglalkozik, ugye akkor jött a jogszabály, hogy a letöltés is bűncselekménynek számít, tehát egy nagyon komoly vizsgálatot végeztek a 14-16 évesek körében, majd 30 ezeres mintában, hogy milyen arányban töltenek le, kidolgoztak egy programot, hogy hogyan lehetne más módon visszanyúlni, és így tovább jogtiszta szoftver. Tehát a gazdasági, a bankvilág, tehát mindenki úgy gondolta, hogy ha ő nincs benne, akkor nincs. Mert hogy akkor ez egy olyan jogszabály, ami majd az ő érdekeit érvényesíti, a vitorlás szövetségtől kezdve.